A szakértők szerint az otthonunkban a leggyakoribb probléma a levegőellátás elégtelensége lehet, ami súlyos esetben mérgezéshez is vezethet. A balesetek azonban megelőzhetők a megfelelő eszközök beszerzésével, valamint a rendszeres kémény ellenőrzéssel, amely a lakossági ügyfelek részére díjmentes. Éppen ezért a főkétűz munkatársai arra intenek, hogy a fűtési szezontól függetlenül is fontos elvégeztetni az eszközök átvizsgálását, amit 2021. májusától a katasztrófavédelem munkatársainál igényelhetnek a lakossági partnerek. 21. májusában történt egy olyan döntés, egy törvénymódosítás, amelyben a lakossági ellenőrzések egy az egyben a főkétűz kezéből átkerültek a katasztrófavédelemhez, és ugyanezzel az időponttal a törvényi változás alapján a piaci alapúvá tették a cégek részére az ellenőrzést. Molnár Bertalan hozzátette, a magánszemélyek, illetve a cégek jogszabályilag egyaránt 2 évente kötelesek elvégeztetni a kémények átvizsgálását, mégis javallott azokat minden esztendőben megnézetni a szakemberekkel. A vállalatok számára fontos szem előtt tartani, hogy ezen szolgáltatás díjfizetés ellenében történik. A cégek irányába, a közületek irányába pedig, ahogy említettem is, piaci tevékenység folyik. Ez arról szól, hogy eldöntheti a cég, hogy melyik piaci szolgáltatóval, kéményesekös szolgáltató céggel szerződik, és itt a döntési pont az, hogy amennyiben nem társasházi az ingatlan és céggel érintett, akkor ott a katasztrófavédelem nem vizsgál, és akkor van szerepe ezeknek a piaci szolgáltatóknak. Ez egyébként csak a nagyságrendjét látva vagy tekintve azért nem kis szám. Budapesten azért itt olyan 60-70 ezer ilyen cégről és ingatlanról beszélhetünk, ahol elvileg a katasztrófavédelem nem vizsgál, és céggel érintett az ingatlan, tehát a szolgáltató. A főigazgató arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben nincs megfelelően karbantartva tüzelőberendezésünk, új szénmonoxid visszaáramlás, vagy akár kéménytűz is előfordulhat.